Figyelem! Az angyalok és a proféták által is megjövendő műsorszámomat. Túlbuzgó, 18 év és a fölötti keresztényeknek csak orvosi felügyelettel ajánlom. Amen. Sziasztok, DM Nemo vagyok. És ma egy igen ritka játékot fogok bemutatni, bár igaz, hogy azt adtam a videó címnek elsősorban, hogy borzalmas keresztény játékok, de ez nem egy sorozat lesz. Inkább pár játékot fogok bemutatni, szóval semmi intro, meg semmilyen nem lesz, ugyanis nem akarok Freddy D-re hasonlítani semmilyen mértékben. Azért mutatom be majd ezeket a játékokat, mert hát két oka is van. Angolok már megtették, meg amerikaiak. Magyarországon még nem mutattak be őket. Másrészt elvetemült keresztény játékok. Igen, jó hallottátok. Úgyhogy, hát ne is húzzuk az időt. Elmondom nektek, az Enlighting szoftvernek a munkáit fogom bemutatni elsősorban. Az Enlighting szoftver az egy keresztény játékkiadó cég, és hát síralmasak a munkái. Egyszerűen síralmasak a munkái, szerintem mindenki szakadni fog röhögéstől, még az is, aki nem elvetemült keresztény, biztos vagyok benne, úgyhogy hát ne, jól elhozzuk az időt, tényleg kezdjük is a játékot, amit be fogok mutatni. Az első játék a Catechumen nevezetű kb. 2002-ben kiadott játék lesz, úgyhogy nézzétek is a videót. Na hát akkor ugye mondtam, hogy az Enlighting szoftver adta ki a játékot, több ilyen értelmi, fogyatékosszerű játékot is adott ki, és mint látjátok, Catechumen, ezt nem értem, hogy hogyan ide a japán a Catechumenhez, szóval ezt nem tudom. Pedig elvileg a keresztény kultúrában nincsen benne japán szó sem. Mindegy, ennyire nem vagyok jártas benne. De indítsunk is el egy new game-et, hát természetesen normál szinte. Mi ez az elementari? Úristen, na mindegy. Az a történet, hogy római korban Jézussal vagyunk, és akkor meg kell térítenünk a rómaiakat, és szembeszállni a démonokkal. Na hát első kanyarban ott van egy kulcs. Mint látjátok, eléggé leegyszerűsített az egész építmény, meg minden. Ott vannak a katonák, és most fogtok hányni. Ilyen fejet láttatok már? Úristen! Milyen fej ez? Öcsém! Hogy lehet így elkészíteni egy játékot 2000 és 2002-es kiadása? És megjelenik előttünk egy angyal! De nézzétek már meg, milyen ronda! Úristen! Hát erről csak ez jut eszembe! Még passzol is hozzá a zene. De nézzétek meg a lábát! Istenem! Ez hihetetlen. Szóval én az első kanyarban már hüledeztem. És eltűnik, és ad nekünk egy kardot. És itt kezdődik a játéknak az első bágja. Nem tudom felvenni ezt a kicseszett kardot. És van olyan bág is, hogy itt marad az angyal. Négy magos gépen van, oké, hogy 16 bites játék, szerencsétlen, és túl gyorsan sétálok így is a játékba, ilyen hipertempóval. De egy betöltés hibát legalább azt csinálták volna meg. Mindegy, kapunk egy kardot. Hát okos ember azt hinné, hogy ezzel kardozni lehet, erre mit csinálunk vele? Lövünk. Hallottátok? Úristen! Ezt nem hiszem el! Komolyan! Na, még egyszer, ezt nem hiszem el. Gyere már ide, és picsörtet! Mi az, hogy így támad? Tacsinkkal támad? Jó, ha egy tárgyakat nem lehet felvenni, ezt nem értem, minek van akkor vázolt, meg minden.
Bezzeg az oszlopokra nem ügyeltek. Szóval, értelmezzük. Én vagyok Jézus, és meg kell térítenem a rómaiakat. De narkós, ki találta ki ezt? Istenem. És hogy támadnak, érted? Jaj, hát majd épp a történelem során fognak hozzád vágni egy kis pokejokét, vagy valami hasonló, mindegy. Majd épp érintgetni fognak. Amúgy ez egy tekercs volt, tekercsel töltöd az életeket, életedet. Azt nem is tartom olyan rossz dolognak, de ez nagyon fosul van megoldva. Így megtérnek, értitek? Szóval tekercsekkel tudod az életedet feltölteni, mindegyik tekercs az evangéliumból van, és szövegeket tartom az ugye a négy evangéliumból. Legtöbbször János evangéliumából, meg hasonlóból idéznek. És nézzétek meg a lövést. Ez mi? Mint hogyha én mozdítanám a monitort. Istenem. Nagyon szarul van megoldva, de nem is arra kell mennünk igazából, hanem ezen a erre a folyosóra vissza kell mennünk, és itt fel kell mennünk az előbb felszedett kulcsa, és itt kinyitnunk az ajtót. És akkor itt jön a római barátunk, meg is tért. De értitek, megtérnek, bazd meg! Ne bízzem el! Mindegy. Nyugalom, nyugalom. És hogy térdem? Nézzétek, imádkozóba se rakja teljesen a kezét, mint hogyha fogna valamit. Istenem! Ezt nem hiszem el. Igazából a játék nem vállalta fel az adatait, így konkrétan meg sem tudjuk határozni, hogy mikor készült a játék, vagy mikor kezdték el, és mennyi ideig dolgoztak rajta. Hát nem is csodálom, hogy nem határozták meg. Én is letagadnám, hogy mennyit dolgoztam volna rajta, és mennyi időt fektettem bele. Simán letagadnám. És értitek, halleluja kórus keretében megtérnek az emberek. Úristen, most... Fog... Ki... Ha... Úristen, a pápának lenne ilyen hatalom a kezében, mit csinálna? Fogna egy ilyen kardot és végig szántana az emberiséget? Térjetek meg, legyetek keresztények! Úristen... Még a gondolattól is hányok. Úristen... Mondtam, hogy szar lesz. Azaz, halleluja! Majd épp egy karddal foglak megtéríteni. Ahelyett, hogy hozzád vágnék egy Bibliát. Ja, az ellenfelek ugye gyakran felakadnak mindenbe. Asztal, fal, úgyhogy... Meg minek vannak itt ezek a tárgyak, hogyha nem lehet használni őket? Mindegy. Hülyén van megoldva. Hülyén van meg volt. Egyszerűen meg olyan ajtók is vannak, amiket nem tudsz kinyitni. Oké, hogy ez egy FPS, de milyen FPS már? Alig van benne akció, és pofátlanul azt írják a ismertetőkön, egyes honlapokon, hogy ez egy akciójáték. Kalandakció. Hát, letépem a fejem, ha ez kalandakció. Úgyhogy... Látjátok, ez is egy hamis ajtó. Úgyhogy mehetünk vissza, föl kell szednünk a kulcsot, ott van. Hihetetlen, mondom, hihetetlen. Ilyet nem tapasztaltok semmikor se. Bár a játékot nem lehet teljesbe leszedni. Netán csak demo verzióba lehet leszedni, de már... Így is sokáig... Játszottam már vele, majd azért eljutottam messzebbre is, amennyit a videóba fogtok látni. De el is akadtam, úgyhogy. És milyen az a tűz már? Istenem. És akkor minek megyünk le ilyen pincékbe, meg... Mögötte meg látom a réseket, mindegy. És olyan buzi sötét van, hogy a kardommal kell világítanom. Hát,
Más járat nincs, úgy látszik vissza kell mennem a rácshoz. De akkor minek van itt az a sok cucc? Istenem! Na jó, azt se tudom, hol vagyok, na. Essünk be. Loading! Örülök neked! Jó, hát akkor nyissuk ki azt a rácsot. Valószínűleg az lesz. Jaj, ne! Adja! Lehet, hogy bevágozódik, gyorsan mentsünk. Nézzük, mit adjunk neki. Buzi angyal talán. Vagy... Szutykos angyal, hát nem fér ki, ráadásul mit csinál az E, meg az Y fel van cserélve. Bui, jó van, buzi. Pont nem fér ki, az L betű, ú, de örülök neked. Akkor nézzük még milyen variációt írhatunk. Mint látjátok, már írtam el egy szaros, ionos, akkor buzi anyja. Well done. Ne haragudjatok, de erről az angyalról mindig ez a zene jut eszembe, úgyhogy mindig be fogom pakolni. Legalább addig se hallgatjátok teljesen a pofázását. Látjátok, egyik kardja már a kezünkben, úgyhogy megkapjuk a másikat is. Hú, milyen extravagás. Kicsikét olyan Star Wars-os. De legalább lesz itt egy kis akció, értitek? Nézzük meg a vizet először is. Eléggé maszlagnak néz ki, mint hogyha zselé lenne. Istenem, milyen szar víz ez? Még fulladozik is! Megfullasztjuk Jézust! De nagy! Ide szerintem kicsit később. Ez mi a rák? Öcsém! Most már kis démonokat is fogunk ölni. Jó van, ott benn vannak cuccok. Miért ilyen sötét a víz? Van meg ebbe, beleszartak! Jó. Hagyjuk, én már tényleg kész vagyok. Szihetetlen. És még ennél szarabbakat is be fogok tudni mutatni. Úgyhogy... Kész repertoárja van ezen a Lightic szoftvernek. Bár a Catechumen az egyik legjobb szerintem, a legpoénosabb. Na, mentsünk is. Hát apád, az talán jó lesz. Jaj, megint ezekkel a kis szarosokkal. Itt van a bazi nagy épület, és sehol se értitek valami fölös tekercs, vagy ilyesmi. Olyan ritkán van ebben a játékban élettöltő. De ami a legborzasztóbb, hogy gyerekekkel játszatják ezt. Ez direkt keresztény családoknak készült játék. Most gondoljatok bele! Friss keresztény családba leültetnek téged, és gyerekként ezt nyomatják veled. Hát lehet, hogy lenne egy jó érzelmi kötődésed hozzá, de mégis milyen ratyi játékod, és gondolj bele, a szart is megvennéd utána a boltba, mert egy ilyennel játszottál, egy ilyennel nőttél föl. És Istenem, miért nem lehet jó grafikai motorra, miért nem lehet értelmes és normális játékot, és miért kell feltétlen csak a kereszténység jó oldalát mutatni, csak az ember élet jó oldalát mutatni, és... Egyszerűen megfeledkezni arról, hogy az emberek igenis képesek gyilkolni. Milyen ez már? Most őszintén. És ezt játszatják le a kisgyerekekkel. Ne játsszál mással, fiam! Ez úgysem véres, ez... Hihetetlen. Egyszerűen, mikor először megláttam, rögőgörcsöm volt. Azt se tudtam, hogy sírjak-e, vagy nevessek. Én nem gondoltam volna, hogy még ennél lejjebb is lehet süllyedni egy vallástak. Elnézést, itt nem a normális, meg értelmes keresztényekre gondolok, katolikusokra, meg reformátusokra, meg hadd ne mondjam,
hanem akik tényleg butítottak és csőlátásúak, és olyan hülyék, hogy hisztek ennek a játéknak. Hogy elhiszik azt, hogy ez valóban így van, hogy majd a rómaiak oda mennek hozzád, és tényleg csak annyit fognak tenni, hogy így megpokéznak, és semmi más nem fognak csinálni. Nem fognak neked rohanni egy késsel, nem fogsz meghalni, és ezt tevelik a gyerekekbe. Úgyhogy én ennyivel zárnám le, második részt kapjátok. Mondom, elakadtam a játékban, de majd a segítőm, aki elindította nekem a játékot, majd segít, úgyhogy addig is jó szórakozást, más videókhoz is, sziasztok! És remélem tetszett a videó.